Egy lendületes befejezés. Igen. Zenével fogjuk befejezni Lobó Szalóki Lázárral a Dirty Slippers-ből, gitárral és énekkel foglalkozó, de ezt nem tudják a mi nézőink, mert hogy már jártál itt nemrég. Hál' Istennek, igen. Köszönöm szépen. Beszéljünk majd az eddig megjelent dalokról is, hogy azoknak milyen a fogadtatása, de most van egy újabb, ugye? Így igaz. Erről mit lehet tudni? Ez egy nagyon érdekes dal. Gyakorlatilag azt gondolom, hogy aki a zenekarunkat ismeri, és az elmúlt pár évben gondolkodik a Dirty Slippersnek a pályafutásáról, tudja, hogy mi azért nem szoktunk olyan nagyon sűrűn dalokat megjelentetni, mert hál' Istennek sok koncertje van a zenekarnak. Abban az esetben, ha nincs koronavírus járvány időszak, ezt azért fontos elmondani. Viszont az elmúlt időszakban, különösen itt ősztől karácsonyig, rengeteg olyan levelet kaptunk a közösségi oldalainkon, amik arról számoltak be, hogy egyre több rajongónk, követőnk nagyon magányosnak érzi magát, különböző mentális problémákkal küszködnek, depresszióval. Ugye van ez a divatos szóval élve, ez a barlangszindróma jelenség, és ez megihletett minket egy dalra, aminek itt látható ez a grafikus videóklipje a képernyőn. És ez egyébként ma jelenik meg, ma tettük közé az interneten, és természetesen itt van nálatok ennek a grafikus klipnek a premiére is. Már is 100 000 látták, ez hihetetlen. Elsőre nyilván mindenkit megkap ez a grafika, meg ez az ötlet, egy bangladesi alkotó munkája. Így van. Vele hogy találtatok egymást? Szerencsére az internetnek köszönhetően ma már azért majdnem mindenki elérhető a világhálón keresztül, és amikor gondolkodtunk a zenekar többi tagjával, a Bebivel, a Zsombival és a Ritával, hogy nem szeretnénk önismétlőek lenni, azért van a zenekarnak már jó pár videóklipje, úgy láttuk értelmét, ha inkább a dalszöveget helyezzük fókuszba, és nem mi visszük el a balhét a gitárokkal, dobokkal és különböző hangszerekkel, és felmentünk az internetre, és az egyik ilyen szolgáltató portálon találtunk rá erre az úriemberre, aki ezt megcsinálta nekünk, és elégedettek vagyunk valahogy, hogy bízom benne, hogy majd a nézőknek is. Egyébként is a nemzetközi kapcsolatokban eléggé erősek vagytok, ugye, hiszen Mike Oldfield és az Oasis producere, George Schilling, aki a ti producereitek is. Igen, és ezt a dalt is természetesen ő készítette. Neki is köszönhető, hogy az Abbey Roadra is eljutottatok, legendás helyszín annak idején? Na, én azt gondolom, hogy a legnagyobb százalékban ez neki köszönhető, ugyanis ő volt ennek az ötletgazdája, illetve a kinti menedzserünk. Úgyhogy lehet, hogy ebből a dalból is fog készülni majd angol változat, de az biztos, hogy most ez előzi meg az Abbey Roadon felvett angol nyelvi daloknak a megjelenítését. De a nemzetközi visszajelzéseitek is jók? Tehát kint is vagytok a népszerek, mint itthon? Hát biztos, hogy nem. Hogy még nem. Hát, azért az egy hatalmas munka. Ismernek már, tehát a térképen vagytok. Én bízom benne, hogy valamelyest igen. Nyilván nincsenek irreális álmaink, szeretnénk minél nagyobb hullámot gerjeszteni kint, de én azt gondolom, hogy jó úton vagyunk, és nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, aki ebben az úton támogat. Ez a dal azért előzte be a kinti angol nyelvűeket, mert nagyon aktuálisnak érzitek? Igen, én azt gondolom. Tavaly, ugye egy évvel ezelőtt pont ebben a stúdióban mutattuk be a Rendetlen Gyerek című klipet, ami inkább a boldog gyermekkorba való visszatekintésről szól, és azt gondolom, hogy próbálunk egyébként szociálisan mi is érzékenyek lenni, és reagálni arra, hogy a közönségnek mire van igénye, mivel tudunk segíteni nekik. Éppen ezért találtuk ki azt is egyébként a társakkal, hogy ennek a dalnak a teljes befolyó jogdíj összegét különböző mentális problémákkal foglalkozó alapítványok számára ajánljuk fel. És mi a dalnak, hát most tudom, hogy kicsit lelőjük a poént, de hogy a mondandója. Tehát amikor már alig tudjuk számolni a hullámokat, meg azt, hogy hány oltás van, akkor miben lehet kapaszkodni, szerintem? Talán azt gondolom, és nagyon bízom benne, hogy ezt senki nem ilyen klisének veszi a zenekarunktól. Azért nyilván mi egy pop-rock zenekar vagyunk, tehát relatíve a világhálón, illetve a koncertek alkalmával is sok emberrel el tudunk jutni. És én azt gondolom, hogy itt nyilván ebben a nagyon-nagyon furcsa, tényleg elmagányosodás felé vezet ez az út, amelyre most az elmúlt másfél évben haladt szerintem a világ. Nagyon fontos az, hogy összetartozás legyen, nagyon fontos az, hogy empátiával kezeljük az embertársainkat, és meglássuk azt, hogyha valakinek egy segítő jó szóra van segítséges. Egyébként pont múlt héten beszéltem az egyik országos rádióban, és mondtam, hogy nyugodtan valaki szeretne megosztani velünk egy történetet, akkor írjon ránk a különböző közösségi média felületeken, és meg is tették egy pár, és nagyon örültünk neki, hogy lehet, hogy éppen valamelyik embertársunknak tényleg csak arra van szüksége, hogy egy buzdító kedves szót kapjon, vagy egy fél mondatot, és ezek annyira apró dolgok, de szerintem ebben a mai világban annyira felértékelődnek, hogy elképesztő. Nagyon jól mondod, és nagyon ritka, hogy zenekarok, főleg pop-rock zenekarok ilyen felelősséggel gondoskodnak, gondolkodnak a
saját lehetőségekről és annak felhasználási lehetőségekről. Ti egymást is ki tudjátok húzni, amikor egyik másik, ha van ilyen zenekari tag mélyponton van, vagy ez hogy működik? Abszolút. Vannak, akik stabilabbak, és vannak, akiknek több támaszra van szüksége? Abszolút, mi a dinamikája? Igen. Nálunk azért mi egy nagyon-nagyon érzékeny lelkületű zenekar vagyunk, és pont azért, hogy két nő és két férfi alkatja a csapatot, valamelyikünk mindig ott ül egyébként a szekér elején, és gyakorlatilag húzza azt a bizonyos szekeret. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos a mai világban az, hogy tényleg így érzelmileg is támogassuk egymást, hiszen ugye az már lerágott csont, hogy az embernek a testi egészségére mennyire figyelni kell, egészséges táplálkozás, konditerem, otthoni torna, stb. De szerintem ugyanennyire fontos a mentális egészség is, főleg a mai időszakban. Ha már a fizikai állapotról beszéltél, nyilván mondtad, hogy elsőbb a koncertező zenekar vagytok, amikor engednek éppen. Igen. Most az idei szezonra már jön a tavasz lassan. Gondolkodhatunk előre, igaz? Hát azért mindig vannak már koncertidőpontok. Hogy készítettek, mire terveztek? Nagyon-nagyon boldogok vagyunk, mert ugye 2020-ban a zenekarnak elmaradt körülbelül 80 koncertje, ennek egy részét be tudtuk pótolni 2021-ben, még mindig vannak 2022-re áttett dátumok, és január 28-án egyébként Polgáron a Művelődési Központban, ahol még soha nem játszott a zenekar, ott fog indulni a 2022-es turnénk, ami utána Gyulára ér, aztán Budapest, Szombathely, és így jönnek a dátumok, úgyhogy bízom benne, hogy mindent sikerül majd megvalósítani. Hát hajrá, is, úgy legyen. Járvány hullámok egyre csendesebbek lesznek, és akkor lesz lehet. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen napot neked. És önöknek is köszönjük a ma reggeli figyelmet. Jövünk holnap reggel is, vigyázzanak magukra. Folytatjuk. 9:05 perc, még a híradóban találkozunk. És Lazárszky Ferenc várja önöket a fórumban. Tartsanak velünk szépen. Ja.